A biztonságos téli közlekedés érdekében már most érdemes lecserélniük a nyári gumikat az autósoknak. A tapasztalat a szakember szerint azt mutatja, hogy ezt sokan az utolsó pillanatra hagyják. A témával kapcsolatban az egyik tolnai autószervizben érdeklődtünk. Sajnos ez jó kérdés, és valós is, hogy nálunk, hogyha megjelenik a hó az aszfalton, ugye akár egy centi, két centi, akkor kezdenek el kapkodni ugye a gépkocsi tulajdonosok, holott ugye nem ez a cél, hanem ugye a hideg időbe, ugye a gumitnak a megfelelő tapadása is egészen másképp viszonyul ugye az aszfalthoz képest, megnőnek a távolságok, és ebből ugye igencsak komoly problémák vagy balesetek is lehetnek. A tavalyi évhez képest a gumiköpenyek árai 15-20%-kal emelkedtek. Még mindig ugye vannak olyan árak, amik kispénzű embereknek is megfelelő lehet, és ugye akik ugye magasabb kategóriákkal járnak gépjárművekre, oda persze természetesen ugye a megfelelő minőségű gumikat kell használni ugye a nagy teljesítményű járműveknél. Az autók téli felkészítése során nem csak a gumikra kell odafigyelniük a sofőröknek. Ez azt jelenti, hogy feltölteni ugye a téli szélvédőmosókat, a motor hűtőrendszerét ugye fagyározni kell, de ettől függetlenül az ablakmosó berendezéseket, az ablaktörlő, tisztító berendezéseket is, akár akik még kulcssal működtetik a zárakat, ugye lefagyározni a zárszerkezeteket, ne fagyjon be. A tél előtt továbbá egy teljes körű átvizsgálás is javasolt, nem szerencsés, ha a sárban vagy a hóban derül ki egy korábban ismeretlen műszaki probléma.